Szép jó estét kívánok mindannyiunknak! Tisztelettel köszöntöm Önöket a Tolnai Borvidék Zöldségi Körzetének 13. borversenyén, melyet az idei évben is a Zöldségi Hegyközség, a Vörös Marti Mihály Művelődési Központ, valamint a Danubiana Kft. Szervezett. A mai napon is két bizottság értékelte a bírálatra érkezett borokat. Elsőként megkérem Wikmanné Magviolát, hogy a fehér és a rozé borokat értékelő bizottság nevében mondjál az általános tapasztalatokat. A mai napon a bizottságban Fekete Péter Robi felügyelő úr felügyelete alatt bíráltunk fehér és rozé borokat. 48 bor jutott nekünk, ebből 5 fehér aranyérem és egy rozé aranyérem született. Aki ezt a tavaly évjáraton szőlőt és borászként végig vitte, az tudja, hogy nagyon nehéz feladat állt előttünk. Nagyon száraz év, nagyon meleg év volt, az illatos fehér és rozé fajtáknak ez nem vált előnyére. Rengeteget kellett vele dolgozni, és így is a szőlők az illat ízanyagaikat már az érés során részben elveszítették. Nagyon nehéz volt a meleg szüreti időszakban is ezeknek a fajtáknak a feldolgozása. Azzal, hogy kevés vizet kaptak, nagyon sok volt bennük a fehérje seprő, akik nem terítettek időben, bizony ott maradt a nyoma a borokon. Mindenki igyekezett, küzdött, de hát az időjárási tényezők miatt a boroknak a jó része inkább az ezüstérmes kategóriát tudta hozni, ugyanis ugye a fehér boroktól elvárjuk azt, hogy illatosak, frissek legyenek, szép savai legyenek, hát ebben az évjáratban is hiányoztak. Ugyanez mutatkozott meg a rozékon, volt egy nagyon szép téte, amire mi megszavaztuk, hogy nagyon szép vagy, de nem rozé vagy, hanem síler, mert az érés már olyan előre járt, hogy a rozénak a könnyedsége, frissessége hiányzik a borból, viszont nagyon szép zamatok vannak benne, hozzák a szőlőnek a ízeit, de már túlértek. Én azt láttam, hogy mindenki igyekezett, hogy ami megtermett, meg is őrizze. A természet meg ezt tette. Bízunk benne, hogy a gyönyörű felőfényes időben az idén egy kicsit több csapadékot kapunk, és akkor jövőre ilyenkor savasabb, frissebb, ropogósabb fehér borokat kóstolhatunk. De én annak örültem, hogy kizárt bor nem volt. És ez azt mutatja, hogy beteg bort nem hoztak, némelyikben egy kis illathiba, kezelési bizonytalanság volt, de illós olyan tétellel, ami tényleg beteg lett volna, nem találkoztunk, és ez nagy öröm mindenkinek, aki bort készít kóstol, mert azt mutatja, hogy mindenki próbált odafigyelni és rendesen. A tavalyi évi borokat nézzük, a 2012-eseket, az volt a tapasztalat, hogy a termelő jó része korábban született a kelleténél. Mert nem úgy született, hogy ő most vörös bort akar készíteni, hanem megnézte musztfokot. És a musztfok alapján eldöntöttem, hogy a musztfok az most jó, leszedem. Holott a vörös bornál meg kéne várni azt, amíg teljes érettségben van a szőlő, mert az erjedés folyamán otthon eljátszogatunk vele 10 napig, 2 hétig, 3 hétig, ki mennyi ideig, amit csömöszölünk. Ez alatt a csömöszödési idő alatt, ahogy képződik az alkohol, a magból, a héjból, még azokat a zöld ízeket kioldja az alkohol. És ezt utána a borba viszont találjuk. Azoknál, akik ezt korán leszették a szőlőt, azoknál ez mind visszaköszön. Tehát a borok egy részénél azt írogattuk oda mellé, hogy még zöld, vegetatív, savhangsúlyos, és erre kéne odafigyelni. Vörösbornál tavaly, aki kinhagyta a szőlőjét, akár 10 nappal később született csak, a mustfok már nem nagyon emelkedett. Viszont a szőlőben sokkal jobban lekerekedtek a savak, sokkal jobban megérett a szőlő. Tehát ilyen apróságokra kell odafigyelni, semmi más nem kell elkövetni, és lehet, hogy már egy kategóriával jobb bort tudunk készíteni.
a vörös borok között mi is a ezüstérembe találtunk elég sokat. 17 ezüstérmesünk lett, 15 bronz és 8 aranyat találtunk, de 8 aranyból, mint ahogy az előbb is mondtam, egy volt az, ami 2012-es volt. Ott a gazdája kivárt a születtel, jó időbe szedte le. De azt mondom, hogy a 2012-esek között is nagyon sok olyan bor volt, amire azt mondtuk, hogy ha ezt a gazdája jól megőrzi, egy év múlva nagyon szép borok lehetnek belőle, csak oda kell figyelni rá, és megfelelően kezelgetni a következő évre. Ez a vendég, így a megesz, ez akit kiszűrzte.